Na, hát sziasztok! Isten hozott mindannyiunkat. Sziasztok nekünk, akik itt vagyunk. És próbálok itt kitekinteni a telefonom mögül. És gyertek, csatlakozzatok be, akik online vagytok ma velünk. Isten hozott benneteket. És hát így jó együtt lenni szerda este. Gondolkodtunk azon, majd meg fogjuk látni, de egyelőre még ilyen márciusi májusunk van, de gondolkodtunk azon, hogy ahogy itt van a nyárias idő, akkor lehet, hogy a szerdai alkalom fog kikerülni nyára az Orcikertbe, és az lesz az, ahova tudunk mi is jönni, meg tud bárki jönni, tudnak családosok jönni, gyerekekkel van játszótér, és egy nagyszerű közösség, meg egy tanítás, egy üzenet lehet, úgyhogy majd meg fogjuk látni, de hát most itt vagyunk, és ez is tök jó. És vasárnap pünkös lesz, úgyhogy én így várom tényleg ezt a vasárnapi alkalmat. Együtt fogjuk dicsőíteni az Urat, imádni fogjuk őt, veszünk úrvacsorát, ez egy ilyen hálaadás, ahogy így kifele jövünk a pandémiából, egy ilyen hálaadási úrvacsora lesz, és tényleg kérlek, imádkozzatok ezért az alkalomért, meg úgy minden alkalomért, mert szeretnénk Istennek a valóságát köztünk, hogy az ő természet fölötti valóság, a dicsősége, az ő Szent Szelleme köztünk munkálkodjon. Tényleg csak hiszem, hogy az imádság az annyira fontos mindig, de ezekben az időkben igen. Úgyhogy ez lesz vasárnap, és hétfőn pedig a pünkösd hétfő, és gyülekezeti kirándulás és piknikünk lesz. És lehet, hogy azt mondod, hát már két hete volt, már két hetesen volt, vagy két hete volt, így van, de hát most jövünk ki a pandémiából, fél évig el voltunk zárva egymástól, minden nap kirándulnánk, és buli lenne, úgyhogy kirándulásunk lesz, és piknikünk a 24-én 10:30-kor a Hűvösvölgyi villamos végállomásánál találkozunk, 10:30-kor, és onnan fogunk menni kisebb kerülővel majd a Nagyrétre. A kisebb kerül azért, mert a térképen, amit néztem, ott van egy ilyen kis extra út, és aztán ott leszünk, a piknikezünk. Hozzatok kérlek labdát, tollast, bármit, amit szívesen játszatok, plédeket, pokrócot, ebédet, úgyhogy jó lesz. Reméljük, hogy lesznek bőven gyerekek is, és tényleg ott leszünk pünköst hétfőn. Úgyhogy, na hát, van egy ige, amivel szeretnék indítani, vagy amiből szeretnék beszélni, és gyertek, imádkozzunk, és tényleg kérjük azt, hogy Isten meg tudjuk hallani, ő meg tudjon szólítani bennünket. Figyelj arra, hogy mi az, amit Isten mond neked az üzenetben. Az üzenetnek van, a tanításnak van egy tanítása, tehát van egy tanítás benne, de azon belül még van olyan, amit így Isten neked személyesen szeretne adni, szólni. És figyelj arra, hogy mi az, amit neked személyesen kíván, aztán tudunk róla beszélgetni is, jó? Úgyhogy gyertek, így imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, meg Te vagy a mindenható Isten, az egyedül élő igaz Isten, és előtted állunk vagy ülünk ma este, és az Úr Jézus Krisztusnak a vére által is szabad jövetelünk van hozzád.
És te mindig vársz bennünket. A te karjaid tárva vannak számunkra, köszönjük. És nekünk adtad a Szent Szellemedet, aki bennünk él. Ő a vigasztaló, ő az, aki tanít, a tanítónk, ő az, aki vezet bennünket. Uram, csak a vágyunk az, hogy ma téged láthassunk, hogy te légy nagy, hogy te dicsőj meg, hogy téged jobban megismerjünk, hogy veled egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolatunk lehessen. Uram, nyisd meg a mi értelmünket, hogy értsünk. Adj nekünk szellemi megértés, bölcsességet, kijelentést. Uram, imádkozom, hogy messze több legyen az üzenet vagy tanítás, mint amivel készültem. Hadd legyél te az, aki az én egyszerű edényemet használod, hogy te megdicsőj, hogy mindannyian bőségesen te tőled kapjunk, hogy felépüljünk, megváltozzunk, a szívünk lángra lobbanjon, hogy téged jobban vágyjunk, hogy téged jobban ismerjünk. Igen, Urunk. Köszönjük, hogy te eljöttél a népedhez. Köszönjük, hogy meglátogatsz bennünket. Látogass is meg bennünket. Jézus fiad nevében legyen meg a te munkád, utad itt köztünk. Drága Szent Szellem, te vagy a szél, aki fúj köztünk, és ezáltal történnek nagy dolgok és csoda dolgok, szívek megváltozása, szabadulások. Tedd ezt ma, hogy legyen a te igédnek, Atyám, szabad folyása köztünk. Építs fel a népedet, szabadíts meg a népedet, gyógyíts meg a népedet. Állíts helyre a te népedet. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. 1 Mózes 17 első verse, amit fel fogunk olvasni, és igazából ez lesz a versünk ma este, 1 Mózes 17:1. Nem tudom, hogy hányan ismétek ezt a verset. Én régóta ismerem ezt a verset, régóta szeretem ezt a verset. Sokat jelentett különböző időszakokban ez a vers nekem, úgyhogy ebből szeretnék beszélni. Úgy érzem, hogy Isten ebből szeretne nekünk adni. Mikor Abrám, azaz Ábrahám, 99 esztendős volt, megjelent neki az Úr, és azt mondta, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Oké, még egyszer. Mikor Ábrahám 99 esztendős volt, megjelent neki az Úr, és azt mondta, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Szeretnék erről a versről úgy beszélni, hogy a különböző részeit egy picit így kibontanám, jó? Úgyhogy úgy kezdődik ez a vers, hogy mikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent neki az Úr. Annyira izgalmas Ábrahámnak az élete, mert látjuk az ívet, amit futott. 1 Mózes 12-től indul a története, és látjuk, hogy az ő járását, az ő futását hosszú időn keresztül.
És ez fontos számunkra, így a mi életünkben is látni, hogy van egy élethosszig tartó futásunk. Teljesen más úgy élni a keresztény életet, mint hogyha ez egy szakasz lenne, vagy egy sprint, látom az itt és mostot, de nincs igazán egy perspektívám. Nem látom, hogy ez egy maraton, ez egy élethosszig való futás. Ezekből a versekből és ezekből a szakaszokból látjuk azt, hogy Ábrahámnak egy maratonja volt, és neked és nekem is egy maratonom van, hogy a keresztény járásunk az nem egy sprint, vagy nem egy életszakasz, hanem Isten hív bennünket egy hosszú távú futásra, aminek van egy íve. Sok példa van erre a Bibliában, de tetszik nekem Nehémiásnak a története, ahol arról van szó, hogy Nehémiás, mikor már 20 éve Susán várában a Hasvérus királynak a pohárnoka volt, Isten megszólította őt és elhívta őt, hogy menjen vissza a Jeruzsálembe, és hogy álljon a fal építkezésének az élére. És jó így gondolni az életünkre, hogy az életünkben különböző időszakok vannak, életszakaszok ebben a maratoni futásban, és Nehémiás már, hogyha 20 éve ott szolgált, akkor igazából, tudod, valahol ott az élete közepén Isten megszólíthatta őt. És lehet, hogy sokszor olyanok vagyunk, hogy így az életünkben annyira berendezkedünk, hogy lehet, hogy már Isten meg sem tud szólítani bennünket. Lehet, hogy így lezáródott az elménk, lezáródtak dolgok az életünkbe. Az életünk tele van rutinnal, olyan dolgokkal, amiket teszünk, és Istennek van egy terve. És Istennek a terve az nem olyan, mint a mi tervünk. Istennek az útja az jóval magasabb, mint a mi útunk. Légy mindig kész arra, hogy meghald Isten tervét, vezetését az életedre nézve. Nem kell, hogy mi így lezárjuk az életünket, vagy korlátozzuk az életünket, hanem ahogy Nehémiás 20 éve hűségesen szolgál Susán várában a perzsa királynak, azt hiszem, hogy perzsa király volt, 20 éve hűségesen szolgál, van egy felépített karrierje, van egy biztos állása, van egy biztos jövedelme, úgy minden biztos az ő életében. És aztán jönnek Jeruzsálemből az ő testvére Hanáni és néhányan, és mesélnek Jeruzsálem állapotáról. És Nehémiás Isten megszólítja. Ez a megszólítás nem olyan volt, mint itt Ábrahámnál, hanem ez a megszólítás olyan volt, ami legtöbbünknél tud történni, hogy a szívünkben azt vesszük észre, hogy a szívünk elkezd felizzani, elkezd valamiért hevesebben dobogni, hogy vannak olyan dolgok, amire rádobban a szívem, ahogy Isten szól, vagy ahogy eszembe juttat dolgokat, és ebből kialakul egy vezetés, egy útirány. Úgyhogy legyünk erre készek, és aztán nyugdíjasokra gondoltam a gyülekezetünkben, és olyanokra, akik nyugdíjasok, hogy olyan könnyű az életet egy bizonyos kor után is lezárni, igazából már hamarabb lezárni. De én hiszem azt, hogy Isten olyan sokat tartogat valaki számára, aki nyugdíjas, aki az életének abban a szakaszában van, Istennek van egy terve, van egy elhívása, Isten előre kíván vinni téged a járásodban, és nem valamit befejeztél, hanem valami készülőben van, érdemes így gondolkodni az életedről. Aztán a másik, ami itt az, hogy Ábrahám 99 esztendős volt, amikor az Úr szólt hozzá, hogy
hogy Ábrahám életében így voltak fentek és lentek, bukások és kudarcok. Igazából itt a 17. fejezetnél vagyunk. Ha elolvasod az előző fejezetet, a 16. fejezetet, akkor azt látod ott, hogy feleségül veszi a felesége tanácsára Hágárt, a felesége szolgálóját, akitől születik Ismael, és Ábrahám egy óriási hibát követ el, egy óriási ilyen emberi bölcsesség, emberi okoskodás, emberi megoldás, abszolút tévútra megy Ábrahám, és Ismael megszületik. És ez 86 éves korában volt, és most 99 éves korában Isten megszólítja őt. És azt szeretném ezzel mondani, hogy vannak fentek és lentek, és vannak kudarcok és bukások, és rossz utak is az életünkben, és ez nem jelenti semminek sem a végét, mert Isten új kezdetet ad mindannyiunknak. És hogyha halljuk az ő hangját, és meghalljuk az ő hangját, akkor el tudunk indulni egy új kezdetben, mert mindegy, hogy mi volt, függetlenül, mert Isten egy új kezdetet ad. Úgyhogy bukások, kudarcok, hitbeli győzelmek, ezek mind így részei az életnek. És ha most a gyülekezetünkre nézünk, és a gyülekezetünk 30 éves időszakára nézünk, akkor ez is nagyon változatos. Csak úgy, mint az egyéni életünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy fú, a gyülekezetünknek stabilnak, mindig erősnek, mindig gyümölcsözőnek és bővölködőnek kellene lenni, és igen, wow, ez nagyszerű, igen, mint hogy az életünk, de az igazság az, hogy a mi életünk sem mindig az, és a gyülekezet sem mindig az, de Isten nem változik. És egy rossz és nehéz időszak után is jöhet nagyon-nagyon jó időszakok és hitbeli győzelmek egy gyülekezet életében, mint ahogy Ábrahám életében itt, és mint hogy mindannyiunknak az életében. Oké? A másik, amire gondoltam, itt még mindig ott tartunk, hogy Ábrahám 99 esztendős volt, mikor megjelent neki az Úr, hogy van egy ilyen érzés, vagy lehet egy ilyen érzés bennünk, és most negatív értelemben mondom, nem pozitív értelemben, a keresztény életben, és ez az a megérkezettségnek az érzése. Hogy oké, meg vagyok váltva, oké, Isten gyermeke vagyok, Isten szeret engem, megérkeztem, igazából már, tudod, megérkeztem, egy ilyen megérkezettség. És egyik oldalról ez nagyszerű, mert valóban elveszettek voltunk, és megérkeztünk Istenhez, és hazaérkeztünk. Tehát van egy megérkezettség. A másik oldalról viszont most kezdődik pontosan az, amiről szól a megváltás. Tehát a megváltásnak a célja, a megváltásnak a lényeg, a megváltásnak az értelme az az, hogy most már, hogy békességünk van az élő, egyedül igaz Istennel, most már elkezdhetjük őt megismerni egyre jobban és jobban és jobban, egészen az örökké valóság végéig, ami nincs ilyen, és elkezdhet az ő terve kibontakozni az életünkben, aminek kapcsán egyre jobban megismerjük őt. Tehát pontosan, hogy nem megérkeztünk, hanem most indul, mert azt mondja János 17:3, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Tehát az örök élet az nem egy állapot. Az örök élet az ismerni Istent egyre bensőségesebben, ismerni őt egyre közelebbről, egyre intimebb módon, egyre személyesebben, és ebben nincs egy megérkezettség. És könnyen lehet, hogy mi hívők sokszor ilyen elkényelmesedünk, és kényelmesek vagyunk, és nem igazán célunk az, hogy már megismerjük Istent jobban és jobban és jobban, mélyebben és személyesebben,
hanem az, hogy elevickéljünk, eldegéljünk azzal az ismerettel, Isten ismerettel, melyre eljutottunk, és ez hoz egy ilyen állóvizet a személyes életünkbe, és aztán hoz egy állóvizet egy gyülekezetbe, amikor sokan így élnek, mert igazából már nincsen cél többé. Énekek éneke az egy kapcsolatról beszél, és hogyha olvasod Énekek énekét, akkor nagyon sokfajta dinamizmus látsz ebben a kapcsolatban, ahogy közelednek a szerelmesek egymáshoz, és aztán ahogy távolodnak egymástól a szerelmesek, ahogy bejön a passzivitás, azt hiszem az 5. fejezetben egy passzivitás, aztán van a kopogtatás, van a közeledés, aztán a szerelmes elkezdi keresni a párját, kimegy és körbejárja a várost, és keresi és kutatja, van egy keresés, ez az Isten keresés, így az életünkre fordítva. Tehát csak azt akarom mondani, hogy van a kapcsolatnak egy dinamizmusa, és Isten erre hívta Ábrahámot, erre hív téged, erre hív engem, erre hívja a gyülekezetünket, hogy nincs egy ilyen megérkezettség. Igen, megérkeztünk, meg vagyunk váltva, igen, a bűneink meg vannak bocsátva, igen, egy hatalmas megváltásunk van, amit ünnepeltünk, de ennek a megváltásnak egy célja van. És az a célja, a kegyelemnek az a célja, hogy megismerjük őt jobban. 2 Péter 3.18 azt mondja, hogy növekedjetek azért a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében, és a kegyelmének az a célja, hogy megismerjem őt jobban. A kegyelemnek nem az a célja, hogy jobban érezzem magam, a kegyelemnek, hogy őt jobban megismerjem, és egyébként, hogyha jobban megismerem, mondhatom azt, hogy jobban érzem magam, persze, hát abban a kapcsolatban otthon vagyok. Abban a növekvő kapcsolatban egyre inkább helyemen vagyok, és növekszik az örömöm és a békességem, mert van egy célja, hogy megismerjem őt jobban is. Tudjátok, ebben a határ a csillagos ég. Oké? Tehát a határ, itt is Ábrahámot hívja Isten, újból hívja, megszólítja. És mi nálunk is a határa csillagoség, azaz, mennyire ismerheted meg az Urat, mennyire ismerhetem meg az Urat, milyen bensőséges kapcsolatra juthatok vele, milyen közelségre. Igazából, tudod, ez egyéni, ez személyes, ez nincs megszabva számodra, számomra. A határ a csillagoség. Oké, úgyhogy mikor Ábrahám 99 esztendős volt, akkor megjelent neki az Úr. Oké, ez egy maraton, ez egy, amiről beszéltünk, vannak fentek és lentek, és hogy nem kell, hogy legyen egy ilyen megérkezettség érzés, és tehát mondhatom azt, hogy jártam bibliaiskába, mint hogy sokan, és valamilyen módon be is fejeztem azt, mint ahogy sokan. Én azt gondolom, hogy a bibliaiskola, ahogy többekkel beszéltem, adhatott többeknek egy olyan érzést, hogy tanultam, sok mindenről már ismeretet szereztem, és megérkeztem. Valahogy úgy már a kérdésekre megkaptam a választ, és tudom a választ, és most már ezekkel a válaszokkal kell operálnom, amin van. És egy idő múlva ez átveszi az élő hitnek, az élő kapcsolatnak, a személyes kapcsolatnak a helyét, hogy igazából abból operálok, amit tudok Istenről, ahelyett, hogy lenne egy személyes, bensőséges járásom Istennel, és a kettő közt ég és föld a különbség. Úgyhogy azt mondja itt, hogy és azt mondta neki, ezt mondta neki az Úr, amikor megjelent. Én a mindenható Isten vagyok. Én a mindenható Isten vagyok. Oké? És ez egy bemutatkozás. Isten bemutatkozik. Isten az ő nevét, az ő jellemtulajdonságát megmutatja. Kinyilatkoztatja magát
ez kinyilatkoztatás, és Istennek sok neve van. Ott van, ő él, Elohim, így van, aztán ő El-El-Jón, a magasságos Isten, ő a seregeknek az ura, ő az Isten, ő Jahve, ő Isten, aki ott van, ő Isten, aki hall, és itt ő El-Shaddai, ez a magasságos Isten, El-Shaddai, ami azt jelenti igazából, hogy mindenre elég, mindenre elégséges Isten. Gondolj bele, El-Shaddai az azt jelenti, hogy az Isten, aki több, mint elegendő. Isten, aki teljességgel elegendő. Oké? És most gyere velem ebbe, hogy ez a név, hogy El-Shaddai, egyébként itt jelenti ki így Isten magát először 1 Mózes 17:1-ben. Én a mindenható Isten vagyok, ez az első. És ez, hogy ő a mindenre elégséges Isten, a pátriárkák, tehát Ábrahám, Izsák és Jákob ismerte így Istent. Tehát ezen a néven ismerték Istent, hogy El-Shaddai. Oké, ez 2 Mózes 6:2-ben van, ahol emlékeztek talán rá, hogy 2 Mózes 3-ban Isten kijelenti a nevét, a Jahve nevét. Így van? Vagyok, aki vagyok. Korábban is már használják a Jahve nevet, de most elmondja, hogy mit jelent a Jahve, az a hébe, mindegy. Tehát az a létigéből jön, a vagyokból, lenni, vagyok, és vagyok, aki vagyok. És 2 Mózes 6:2 azt mondja, hogy majd Isten azt mondta Mózesnek, én vagyok az Úr, Jahve, és 3. versben azt mondja, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, El-Shaddai, de az Úr a Jahve nevemben nem voltam előttük ismert. Tehát Ábrahám, Izsák és Jákob úgy ismerték Isten, mint El-Shaddai, a mindenható Isten, és mindenre elégséges Isten, és csak társítsd az elmédben ahhoz a képhez, hogy itt van egyetlen egy ember, Ábrahám, egyetlen egy feleségével, Sárával, és Isten elhívja őt Úrból a Kánaán földjére, és itt vannak egyedül, nyilván vannak állataik, szolgáik, stb., de egyedül, és El-Shaddai, a mindenható Isten megáldja őket, és megsokszorozza őket, nyilván az évtizedek, az évszázadok során, az évezredek során, és Isten, ez nem ember, Isten, sőt, Isten elviszi őket egyébként először, addig a pontig, amíg emberileg nem tudják megtenni azt, hogy gyermekük legyen. És El-Shaddai áldása van rajtuk. És ugyanez, mikor előjön ezek a nevek Ábrahámnál, vagy Izsáknál és Jákobnál, akkor ugyanez van, hogy Jákob 1 Mózes 28-ban éppen menekül el Istentől, és a 3. versben csak felolvasom nektek, vagy Ézsautól, bocsánat, mindenkitől menekül egyébként, 1 Mózes 28-ban, és a 3. versben azt mondja, a mindenható Isten, megáldjött az apja, Izsák, azt mondja, a mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson meg, sokasítson meg téged, hogy népek sokasságává légy. Egyedül megy Jákob, és a mindenható Isten elsődleg, hogy Jákob, neked semmid nincs, de ott van számodra El-Shaddai, a mindenható, mindenre elégséges Isten, az Isten, aki mindenre bőségesen elég, ő ott van neked. És ebben a névben, ebben a személyben tudunk nyugodni, tudunk bízni. Ebben a személy, ennek a személynek az arca előtt tudunk járni, és lehet egy nagy hitünk, mert egy hatalmas Istenünk van. És ez a másik dolog, hogy legyen nagy hitünk. Legyen nagy hitünk. Tehát nem a szomszéddal járunk. Tudod, nem, tudod,
tudod, valamilyen emberi intézménnyel, hanem azzal az elsődlegesen mindenható Istennel, aki mindenre elégséges, bőségesen elégséges, és legyen bátran nagy hitünk, mert ő El Shaddai. És aztán azt mondja, én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai vagyok, járj én előttem. Oké, és ezt kéri, figyelj jó, ezt kéri Isten Ábrahámtól, hogy Ábrahám, járj előttem. Hogyha elolvassa a fejezetet, az előző fejezetet, ahogy mondtam, ott félrement Hágárral, tudod, és megszületett is, és azt mondja Isten, hogy figyelj, sok mindenre figyelhetsz. És ezt mondja nekünk is. Sok mindenre figyelhetsz. Sok minden lehet így a szemed előtt. Sok mindennel lehet telve a fejed. Sok mindenre fókuszálhatsz. Emberekre, helyzetekre, munkára, pénzre, szituációkra, politikára, de járj én előttem. Tudod, te légy az én emberem. Légy az én emberem. Tudod, vágy, tudod, legyen ez egy mély vágy a szívedben, hogy én Isten embere szeretnék lenni ebben a világban. Ahogy olvassuk azt 1 Mózes 6-ban, hogy Noé Istennel járt. Így van? Tehát, hogy zajlott a világ, és volt valaki, aki Istennel járt, és Isten jól tudta. Aztán 1 Mózes 4-ben olvassuk, hogy Énók Istennel járt. Hogy ott volt, és Énók Istennel járt. Hogy tudod, mi jellemzi az életedet? Mi jellemzi az életemet? Jellemzi ez, hogy Istennel járok? Hogy ő előtte járok? Egyébként az ő előtte az a héberben azt mondja, hogy járj az orcám előtt. Hogy az ő orcája előtt járok? Figyelj, napról napra, pillanatról pillanatra bevonom őt így az életem minden szegmensébe? Engedem, hogy az életem minden szegmense az övé legyen? Alakul egy bensőséges, személyes közösség kapcsolat? Ott van a szellemnek a vezetése? Ott van az a fajta felelősség, személyes felelősség az életemben, hogy mindegy, hogy más jár-e vele, de én szeretnék ővele járni, én ővele szeretnék járni. Ugye, mert egy gyülekezet, ez egy csodálatos hely, de ugyanakkor be is csaphat bennünket, mert nézhetünk jobbra, és nézhetünk balra, és azt mondjuk, hogy hát igen, ott van ő, és lehet, hogy én jobb vagyok nála, vagy én nála, és úgy hasonlítjuk, és azt mondjuk, hogy oké, végül is egész használom az ajándékomat, egészen szolgálok, egészen ilyen vagy olyan, de nem az a kérdés, hogy hozzájuk képest. A kérdés az, hogy ahhoz, azokhoz az ajándékokhoz, képességekhez, kapacitáshoz képest, mert nekem adott Isten, annak milyen mértékét használom ki. Tudjátok, ez olyan, mint az iskola, ahol van valaki, aki nagyon-nagyon szorgalmas és sokat tanul, de nem erősek a képességei. Így van? És ő szerez egy 4-est. És azt mondja neki a tanítónéni, hogy nagyon-nagyon-nagyon ügyes vagy, nagyon szorgalmas vagy, mert számodra ez egy nagyon nagy dolog. És aztán ott van a másik, aki olyan képességei vannak különböző módokon, hogy nem is kell semmit se tanulni. Mindent azonnal meg tud jegyezni. És aztán ő szerez egy 4-est. Így van? És ez semmi, ez egy nagyon rossz sáfás, mert neki több adatot. Oké? Tehát adatot. Istentől adatot.
Minden Istentől adatott egyébként. 1 Korintus 4:7. Mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptál, miért dicsekszel vele, mint hogyha nem kapta volna? Minden adatot. Természeti képességek is adattak, és szellemi képességek is adattak. És nincs kire tekinteni. Nincs ki mögé bújni. Nem bújhatsz senki mögé, nem bújhatok senki mögé. Nem mondhatom azt, hogy nem tudtam. Így van? Nem mondhatom azt, hogy hát nekem nem mondták. Azért, mert Isten gyermekei vagyunk, hívő papok vagyunk, van egy Bibliánk, tudunk olvasni, ami egy hatalmas dolog, és megvan nekünk a Szent Szellem. És Isten hív bennünket egy egyre mélyülő, bensőséges, személyes közösségre, kapcsolatra, életre vele, ahol ő része tud lenni az életünknek minden zegében, zugában, részletében, és jár én előttem. Jár én előttem. És maga a gyülekezetnek is az a célja, hogy nem az a célja, hogy az egyéni felelősséget elvegye, hanem hogy felkészítsen bennünket a gyülekezet, és a gyülekezet mi vagyunk, erről már beszéltünk, az ajándékok, amiket adott Isten bele, az az ajándék, a tanításnak az ajándéka is, aminek segítségével tanítva van a Biblia, a bátorításnak az ajándéka, a segítésnek az ajándéka, az imádságnak az ajándéka, a különböző ajándékok, amik adattak, azok mind arról szólnak, hogy ez felszereljen bennünket, hogy jobban megismerjük őt. Így van? És ez, ahogy jobban megismerjük őt bensőségesebben, ez építi a testet is, és a gyülekezet is épül. De ez egy ő előtte járó járás, személyesség, és nem elvont és személytelen. Úgyhogy járj előttem. Tudjátok, hogy Sátán a személytelenségnek a uralkodója, hatalmassága, egy nagy elvont személytelenség. És egy becsapás, ahol személytelen az Istennel való kapcsolat, és személytelen az egymással való kapcsolat. Nem. Egy személyes kapcsolat, amiben növekszünk, és egymással is. Egyre jobban ismerjük egymást. Egyre személyesebbek lehetünk egymás felé. És izgatott vagyok a házi csoportok felől is, és izgatott vagyok minden lehetőség felől, ahol ez megtörtént, mert erre őrülten szükség van, mert ha Krisztus teste személytelen, akkor miben különbözik ez a világtól? Mert az egész világ személytelen. Oké, úgyhogy járj én előttem. Oké, és befejezzük ezzel, úgyhogy mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent neki az Úr, és azt mondta, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Légy tökéletes. Oké, ezzel fejezi be az Úr. Két dolgot mond neki, hogy három dolog. Én vagyok a mindenható Isten, bemutatkozik, minden elégség is járj előttem, és légy tökéletes. Járjunk ő előtte, és legyünk tökéletesek. Ami egy olyan szó, héberben tamim, ami azt jelenti, tökéletes, teljes, épp, érett, befejezett. Tudod, az épségről, az érettségről, egy befejezettségről, tehát egy olyanról beszél, ahol az életünkben, a jellemünkben ott van a Istennek a munkája, a Szellemnek a munkája, egy érettségről szól. És még egyszer visszacsatolok oda, hogy itt Ábrahám előtte 13 évvel ezelőtt megszületett Ismael, és most Isten érettségre hívja őt. És tudod, lehet, hogy úgy gondolsz, hogy hát Isten nem hív téged érettségre, vagy nem hív téged felnőttségre, vagy Istennek nincs egy ilyen terve, vagy hívása, vagy elvárása, vagy akármi, parancsa, vagy
De hogy tévedsz? Dehogy nem. Dehogy nem. Tehát, mint ahogy én nem szeretném azt, hogy az én lányom, aki 15 éves, úgy viselkedjen, mint hogyha 6 éves lenne, így van? Hanem, hogy korához illően viselkedjen, magához képest érett legyen, magához képest, nem egy 50 éves emberhez képest legyen, hanem magához képest érett legyen, és szeretném, hogy felnőjön, minden szülő szeretné, Isten vágya, hogy mi felnőjünk. Oké? És hogy mondjak egy-egy dolgot ezzel kapcsolatosan? Tehát ő a mindenható Isten, mindenre elégséges Isten. És ha megnézed az írásokat, a Szentírást, és az apostoli leveleket, nagyon sok buzdítást, nagyon sok kijavítást, dorgálást, helyrerakást, bátorítást, szeretetet, botot, veszőt kapunk. Arra, hogy hajrá, nőjünk fel! Nőjünk fel! Mondom a példát. Jakab pont így kezdi a levelét. Ezzel a tamimmel, ezzel a befejezettséggel, épséggel, teljességgel. Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. És utána úgy folytatja, mert a hiteteknek a próbája, vagy a kísértés, a megpróbáltatás, az annak lesz egy munkája az életetekbe, ami türelmet hoz létre, a türelem egy érett jellemet hoz létre, azért, hogy teljesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát maga a próbának a célja, a tamim, hogy eljussunk érettségre, épségre, hogy felnőjünk. Mert a próbában meg van rázva az életünk, és meglátjuk, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami jelentéktelen, szétválik, megvan a hitünknek a megingása is, különböző dolgoknak a megingása, de hogy közel húzódunk Istenhez, van egy hitbeli növekedés is, vagy egy száraz időszak, amin keresztül megyünk, az egy lehetőség a tamimra, az érettségben való növekedésre, mert száraz időszak, nem könnyű, nem, oké? Vagy pedig azt mondom, oké, mint ahogy a fák, a növények elkezdik a gyökereiket mélyre ereszteni. Nekem jobban meg kell ismernem, így olyan kihívással teli időszakban azt mondom, nekem jobban meg kell ismernem Isten. Vagy ha félelmek és aggodalmaskodás, vagy a jövőtől való félelem, vagy előtted olyan góliátok magasodnak, akkor azt mondod, oké, két lehetőségem van, vagy teljesen elkámpicsolodok és legyőzöttségben él, vagy meg kell ismernem azt az Isten, aki Dávid istene volt, hogy Dávid oda tudott szaladni a Góliát elé, és egyszerűen nevetve nézett szembe a kihívásokkal, és volt egy győztes szelleme, mert ismerte azt az Istent. Oké? Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy minden Isten tervében a te életedben és az én életemben az érettség felé noszogat, taszigat, taszajt bennünket, mert ez Istennek a célja. Istennek nem célja, hogy mi éretlen gyermekek maradjunk mindig, önállólanok maradjunk. Istennek a célja, hogy önállóakká váljunk, érettekké váljunk, autonómokká váljunk, hogy a mi hitünk ne függjön másoktól, a mi Istennel való járásunk ne függjön másoktól, hogy önállóakká váljunk. Az önállóság, figyelj még, az önállóság az nem egyenlő a függetlenséggel. Isten szeretné, hogy önállóak legyünk, de nem szeretné, hogy függetlenek legyünk. Ugye? Mert Isten testbe hívott el bennünket, Krisztus testébe, gyülekezetbe, helyi gyülekezetbe, amelyben kölcsönös függés van, ahogy a különböző részeken keresztül kapunk, de önállóságra hív bennünket és érettségre. Még hagyj érintsem ezt, légy érett. Zsidókhoz írt levél pontosan erről szól. Képzeljétek el, hatalmas nyomás van a júdeai gyülekezeteken, üldöztetések vannak, Krisztus után 63 környékén járunk, már Jézus már 33 éve visszament az atyához, elmondta, hogy hamarosan vissza fog jönni, még mindig nem jött vissza.
szegénységben is vannak egyébként, nehézségekben is vannak, többen kezdenek visszamenni a judaizmushoz, mert látják a templomot, látják az áldozatokat, látják, hogy nekik legalább van valamiük kézzelfoghatóan, nekünk meg itt összejövünk a gyülekezetünkben, ott vagyunk, összejövünk házaknál, ugye, mert így jöttek össze, ott vagyunk, és el vannak kámpicsolodva, és meg vannak kinogva. Ennek a kontextusában olvasd el a zsidókhoz írt levelet. Zsidók egy. Így kicsoda Krisztus, mennyivel hatalmasabb, mint az angyalok, ugye, mert a judaizmusban az angyaloknak fontos szerepük volt. Harmadik fejezet, arról, hogy ne essenek a hitetlenségbe, mint a pusztában a korábbi, a pusztai nemzedék, ne essenek Mózes idejébe, ne essenek a hitetlenségbe. Zsidók 4, lépjenek be a hit nyugalomba, éljenek a kegyelemnek a trónjával, különben el lesznek kámpicsolodva egész életükbe. Lépjenek be, nőjenek fel, és lépjenek be a hit nyugalomba a nyomások közepette is, ami erőforrás biztosít számukra. Aztán zsidók 5, és ezzel fejezem be, érettségről beszélünk, légy érett, azt mondja, légy tökéletes, azt mondja Ábrahámnak, zsidók 5, azt mondja, tehát figyelj, régóta hívők voltak, régóta gyülekezetben voltak, és éretlenek voltak. És a próbák csak kihozták ezt az éretlenséget. És csak zsidók 5.11-től, és a 6. fejezet elét is olvasom. Erről nekünk, azt mondja, Melkisedekről beszél, rendje szerint a főpapságról, erről nekünk sok, zsidók 5.11, és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Azt mondja, nagyon sok mindent tudnánk erről mondani, de nem fogjuk elmondani, mert lusták vagytok a hallásra, nem igazán hallotok. Oké? Okay? Azt mondja, mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, Így van? Tehát adva van az idő, adva volt azok a kiváltságok, amelyek nektek adattak, nem éltetek vele, ezért nem tanítók vagytok, még mindig benneteket kell tanítani. Ábrahám, én a mindenható Isten vagyok, járj előttem az orcám előtt, és légy érett, és nekik legyetek érettek, gyerekek, mert nektek már ez időtáj tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú, a nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélő képesség van a jó és a rossz megkülönböztetésére. Most figyelj, 6.1. Ezért, elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Vagy az érettségre, ugyanaz. Törekedjünk. Oké? Okay? És tovább megy a zsidókhoz írt levél, és elolvashatod ma este, meg holnap, meg jövő héten, olvashatod, mert nagyon izgalmas ebbe a kontextusba, mert utána, tudod, nekik ő bátorítania kell. Inteni, fedni, komoly intések vannak ebben a levélben, de bátorítani például a hitnek a hithősök, tulajdonképpen azt, hogy nézzétek, tudod, ők is csak fogták, és hitben éltek, hitben jártak, hitben futottak végig, pedig ők még meg se kapták azt az ígéretet, mely már nektek megjött a Krisztus. És aztán 12. fejezetben a fenyítésről, hogy mikor Isten fenyít benneteket, akkor ne kámpicsolódjatok el, ez a ti javatokra van, ezek a nehézségek a ti javatokra vannak. Oké? Tehát összeomlottak pillanatok alatt, és lehet, hogy nem pillanatok, összeomlottak a nehézségek, összeomlottak, és jön a zsidókhoz levélnek a szerző, akinek világos, éles látása van, és arra hívja őket, és tanítja őket, és buzdítja őket, és ki is javítja őket, hogy törekedjetek az érettségre, mert az érett ember belép a hit nyugalomba,
Mert az érett ember él a kegyelemnek a trónjával, mert az érett ember hit által jár a nehézségeknek a közepette, mert az érett embernek jók a ítélőképességei, a jó és a gyakorlatok, az ítélőképességei a jó és a rossz közti különbségtétel, van egy szellemi járása. Szellemi járása, egy szellemi járása. Oké? Úgyhogy amen? Amen. Remélem, hogy az Úr ilyen vagy olyan módon szólt hozzánk. 1 Mózes 17.1. Sok mindenről volt szó, de Isten olyan, de olyan, de olyan sokat tartogat számodra, számomra, számunkra, gyülekezetként. Ő egy élő Isten, ő mindenható Isten, ő nem vallás, ő nem bálvány, ő nem kitalálmány, ő nem betalálmány. Oké? Tehát, és ez a személyes felelősségvállalás és kapcsolat, ez mindent megváltoztat. Úgyhogy, na hát köszönjük neked, Urunk, Istenünk, Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük azt, hogy te biztos vagy benne, hogy most is megszólítottál bennünket. Nem hagyj gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amit mondtál, mi az, amit akartál mondani, és adjunk erre egy erre méltó választ. Köszönjük, hogy minden, ami történik így az életünkben és a gyülekezetünkben, az is az érettség felé kíván vinni bennünket. Ezen a ponton az ott a mi döntésünk, hogy akarunk-e, kívánunk-e együtt működni a te igéddel, a te kegyelmeddel, a te szellemeddel, választ adni. Köszönjük neked, Uram, attól, hogy mind akik online hallgatták, vagy hallani fogják később, mind akik itt vagyunk. Adjunk erre az életünkben választ, amit a te igéd ma tartogatott és mondott számunkra. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Sziasztok! Isten áldjon mindannyiunkat!